Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. 25 éves jubileumot ünnepelt a Katunk Lab Singer Szekszárdon. Az érdi művésztelep alkotói mutatkoztak be Szekszárdon. Előbb lett külföldön sikeres, csak aztán hívták haza a Bátaszéken is muzsikáló jazzgitárost. Nyugdíjasok alkotásaiból készült kiállítás Pakson. Negyed évszázada annak, hogy megalakult a Katunk Lab Singers. A formáció számtalan sikeres produkciót állított színpadra az évek alatt, és most a jubileum kapcsán kicsit haza is látogattak ünnepelni a Babits Mihály Kulturális Központ színpadára. Huszonöt évvel ezelőtt pontosan ugyanígy kezdődött a Katunk Lab Singers szekszárdi koncertje. A Macskafogó című azóta már kultfilmé vált rajzfilm négy patkányának slágerével törtek be a hazai zenei piacra olyan sikerrel, hogy ez azóta is repertoáron van náluk. Olyannyira, hogy ez lett az együttes első lemezének címe is. Az idők folyamán a négy gengszter kicserélődött, csak a banda főnök László Boldizsár maradt örökös tag, aki állítja, ma is szívesen felkel egy ekeres szendvicsért kora reggel, ahogy a dalban is elhangzik. Mindig más hullámok hatnak ránk. Most egy-két éven volt, hogy nosztalgiába jöttek az emberek. Ugye, hogy mondjam, akik fiatalként, velünk egykorúként kezdték a mi zenénket hallgatni, azoknak volt egy leállás az életében, amikor ugye gyerekeket szültek, és akkor ugye nem jártak annyira koncertekre, és azok a gyerekek most felnőttek. És most nagyon furcsán összeérnek a dolgok, mert azok a szülők is eljönnek, és hozzák a nagyobb gyerekeiket, és így elkezdett fiatalodni a nézőterünk is sok esetben, és ennek tényleg örülünk, mert ha bár dacárának, hogy évente 2-3 koncertet csinálunk, és most nem csak a pandémia miatt mondom azt, hogy ennyi koncertünk van, hanem ennyit vállalunk. Mert ezt így megfogadtuk, hogy eleinte csak egy, meg két évente egy, így voltak, aztán rájöttünk arra, hogy ez mind a két oldalnak is jó, a közönségnek is, nekünk is szeretünk együtt muzsikálni, úgyhogy idén ez a harmadik koncertünk lesz. Ez ma már játék és önfeled szórakozás nekünk is, mondja László Boldizsár, aki évekkel ezelőtt a komolyabb műfajok felé fordult, hiszen operaénekesként is rendszeresen kap szerepeket, sőt főszerepeket. Az persze kérdés ma is, hogy ő, László Boldi, a Katunk Lab-os csávó, aki operát énekel, vagy László Boldizsár operaénekes, akinek volt egy zenei előélete. A László Boldi az az operaénekes, aki a Katunk Lab-ból jött. Például pont tegnap volt egy nagyon furcsa vállalásom, mert az operáz úgy gondolta, hogy a Hoffmann mesi premier napjára nekem délőtre kiír még egy Tóthék opera előadást, amiben az Őrnagyot alakítom, és ez két nagyon nehéz szerep. És hát nyáron még úgy könnyednek tűnt, hogy ez persze jó. És aztán egy közeledett, egy jobban éreztem ennek a súlyát, meg a próbákra, meg a fáradtság és ezért. És akkor ott, amikor viszont lement az egész, akkor egészen elképesztően elkezdtek ilyen leborulni a lábaim mellé az operán belül, meg az igazgató jött hozzám, és megcsináltad, és ezért. Ezt mind a Katunk Lab Singersnek köszönhetem, mert az az állóképesség, amit ez megkíván, az, hogy 2-3 órát állunk, és akár ha próbával, utazással együtt, ez egy olyan 5-6 órás, 8 órás menet, akárhogy is nézem, és ezt mi végigcsináltuk 15 éven keresztül. És ebből az energiát én tudom meríteni, meg abból, hogy paksi vagyok. Operán belül az operista vagyok már, tehát azért ott már azért elfogadták. Eleinte azt mondták, hogy persze, majd rájön, aztán úgyis visszamegy. Ez volt a hozzáállás, aztán mégis maradtam. Úgyhogy
A Singersen belül meg Singers vagyok. Tehát az érdekes példa a Singersben, hogy a Zsédenyi Adrien se Zséda, amikor visszajön, hanem ő az Adri. És én se az operaénekes vagyok, hanem a Boldi. Úgyhogy mindenki a visszalép abba a folyóba, ahonnan kilépett. Tehát, hogy ez meg tudja őrizni ezt a jellegét a Singers. 8 órányi anyag van nekünk ottában meg. Rengeteg. Sőt, ha nagyon beletúrok még, akkor még 2 órát, tehát 10-et simán össze tudunk, 10-ből tudunk válogatni. Most például jövőre a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz a teljes Abba Jazz műsort, elővesszük. Az most 15 évvel ezelőtt mutatódott be, és most akkor ennek egy, talán a 15 egy olyan szám, ami. Habár most például Hobo 77 így hirdeti magát az alapvetően. Nem feltétlenül kell jubilamhoz kötni egy idő után az emberek igényei, hogyha van. Meg most az Abba ugye fellélegzett, újra csinál valamit, avatárkodik egyet, és akkor ebben most, és akkor hát sajnos nem láttam még, és akkor ezt a dolgot mi másik oldalról, a jazz oldalról mutattuk be annak idején, és akkor a szabadtéri igazgatónő, a Bán Teodor úgy gondolta, hogy akkor mostan itt az ideje, és akkor ezt felélesztjük. Tehát ilyenekre igen, kapatosak vagyunk meg. Pláne olyan időszakban, amikor például nekem sincsen annyi elfoglaltságom, így július közepén lesz, jól tudom, és ott kedvünk is lesz hozzá, igen. Az Érdi Művésztelep 14 kortárs alkotójának nyílt kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. A telepet 2009-ben hozták létre, és tagjai között olyan elismert alkotók vannak, mint Aknai János, Lugosi László vagy a Munkácsi díjas Kéri Mihály. A tárlatot Baki Péter festőművész nyitotta meg. Az Érdi Művésztelep tulajdonképpen festőtelep. Célja alapítása óta, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a magas színvonalú alkotómunkához 10-12 képzőművész számára. Magyarországon azért elég nagy számú művésztelep él és működik, tehát akár több százról beszélhetünk. De hát ebből csak, ahogy én látom, mondjuk 2 tucat az, amelyik mondjuk ott van az elitben, ezt nehezen mondom ki ezt a szót, de hát így van, tehát amelyet ismernek, amelyik a kortárs művészeti életben valamilyen jelentőséggel bír, az körülbelül mondom 2 tucatnyi ilyen telep. Én azt gondolom, hogy az Érdi is ezek közé tartozik. És ugye 12 éve alakult meg az Érdi Művésztelep, ami már azt jelenti, hogy valamennyi múltja van. Persze a régi tradicionális művésztelepekhez képest ez a múlt még nagyon kevésnek bizonyul, de már lehet látni a körvonalait, és mi azon az elven indultunk el, és a régiekből vettük ezt, tehát a Szentendrei Művésztelepből és a Gödöllőiből és így tovább, hogy nem nagyon váltogatjuk a művésztelep tagjait mondjuk évről évre, hanem az alapítók végigcsinálták ezt a tizenvalány évet, és nem nagyon változtattunk. Azokon a telepeken, mondja Kéri Mihály, ahol évről évre új tagok érkeznek, nem tud kialakulni egységes szemlélet, stiláris azonosulás. Az Érdi ezzel szemben azzal büszkélkedhet, hogy noha nagyon sokféle stílusú alkotó képezi, mégis egységes képet tud kiállítani magáról.
Erről az egységről beszélt a kiállítás rendezője Baki Péter, Unkácsi Díjas festőművész, a Művészetek Háza nyugalmazott igazgatója is. Az érdemnek a jelentősége, hogy egy teljesen sajátos művésztelep, ugyanis nincs egy olyan elfogadott koncepció, ami szerint működne, hanem egy fantasztikus csapatot hívott össze Kéri Misi barátunk erre, ezekre a művésztelepekre, és mindig kiegészít egy újabb, egy fiatalabb művésszel, hív másokat is, és valahogy úgy sikerült ezt a csapatot összeszerveznie, hogy ez attól nagyon erős, hogy teljesen különböző stílusban működő emberek dolgoznak a művésztelepen, és nem csak különböző stílusban, hanem szellemiségében is másképp gondolkodnak, vagy szellemiségében is másfajta művészi értékeket képviselnek, és ezzel együtt mégis baromi egységes a művésztelep. Tehát a kiállítás is, amikor föltettem, megdöbbentem, hogy mennyire egységes, mennyire erősítik egymást ezek a művészek. Na most hát ezek kiváló művészek, Kossuth Díjas, Munkácsi Díjas, érdemes művészek, úgyhogy azért ez is hozzátartozik a dologhoz. Ha a névsort úgy megnézzük, akkor ezek az emberek mondjuk a magyar művészeti életben elfogadott nevek. Ez még az ember nem tekintélyelvű, tehát nem feltétlenül így válogattuk ki egymást annak idején, hanem arra figyeltünk elsősorban, hogy a maga területén az érték legyen valamennyire stabil, a színvonal meg legyen jó. És így válogatódott össze ez a társaság. A válogatásnak ezek voltak az első szempontjai. A másik az, hogy egymást kibírják ezek az emberek. Már vannak olyan azonossági pontok, hogy azt mondja a kívülálló, vagy mondjuk a magyar kortárs művészet kritika, hogy az érdi művésztelepnek mondjuk van egyfajta habitusa, arculata, egyfajta hangja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én, stilárisan egységes lenne, mert csak körbe kell nézni, és akkor látjuk, hogy itt vannak mondjuk expresszív, konstruktív törekvések, tehát többféle stílus, ott vannak figuratívak, Felugosi Laci mondjuk inkább a dadaizmus felé hajlik, és így tovább, de mindezt a különbséget számba véve is, mintha valami rezgés lenne abban a tekintetben, hogy ezek az emberek valamilyen hasonló szemlélettel közelednek a világhoz. Azzal is, hogy kortárs művészetet csinálnak, abban az értelemben, hogy azt a nyelvet használják a képzőművészetben, amelyik ehhez a korhoz valahogy valamilyen módon passzol. Az egyik iránya lehet a magyar kortárs képzőművészetnek, azzal együtt, hogy mint mondtam az előbb, hogy ez az irány ez azért elég sokrétű. A világ ma így él, tehát a művészeket van, egyébként is nehéz befogni, de manapság meg még inkább nehéz lenne egyfajta irányba elindítani. Tehát annyira szabadon alkothat mindenki, annyira szabadon foghatja fel azt, hogy mit jelent számára a művészet, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel élnie kell. Most az érdiek fantasztikusan jól élnek ezzel, és hát az érdi művészetnek szakmailag nagyon-nagyon komoly presztízse van. Hosszú betegséget követően életének 78. évében elhunyt Gál Attila régész, a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum nyugalmazott címzetes igazgatója. Számtalan ásatás vezetése fűződik a nevéhez. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat búvár régészeti szakosztályának alapító tagja volt.
Igazgatósága idején a Szekszárdi Múzeum komoly eredményeket könyvelhetett el az autópályák építéséhez kapcsolódó, több 100 000 négyzetmétert érintő megelőző feltárások és feldolgozások tekintetében, illetve a 2005-ben megnyitott Örökségünk című kiállítás megszervezésében. Munkásságát a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel, a Tolna megyei önkormányzat Beszédes József díjával és Pro Urbe Szekszárd emlékplakettel ismerték el. Dr. Gál Attilát a Vosinszky-Mór megyei múzeum saját halottjának tekinti. A hazai jazz egyik érdekes jelensége, hogy sok esetben előbb lesz elfogadott művész valaki külföldön, és csak azután jut igazán szóhoz itthon. Erről is mesélt a több nemzetközi gitárversenyen is kiemelkedően szereplő muzsikus Balogh Roland, aki zenekarával a Magyar Jazz Szövetség által szervezett program keretében játszott a gyerekeknek és a felnőtteknek Bátaszéken. Amikor megnyertem a Los Angeles-i jazzgitárversenyt, meg előtte ugye voltam a New York-i West Montgomery-i jazzgitárversenyen is, onnantól kezdve így érdekeltebb lettem, és onnantól kezdve tudtunk szervezni turnét háromszor is. Balogh Roland a Finucci Bros Quartet vezetője. Roland 6 éves korában fogott hangszert először, családi hagyományt ápolva apja kezdte tanítani. A világ nagy jazz fesztiváljain is bemutatkozott már nem kevés sikerrel. A kőbányai zenéstúdióban a kiváló mester Babos Gyula növendéke volt. 2009-ben eddigi legfontosabb kitüntetését nyerte, amikor a Montreux-i jazz verseny gitártagozatának fődíját ítélték neki. Ezek után lett igazán elismert muzsikus Magyarországon és a világban. Roland azt mesélte bátaszéki koncertje kapcsán, valami belső indítatás vezérli, és ez a lelkület jelenik meg színpadon a játékában. Az, hogy menő jazzzenész már az nem egyszerű. Inkább csak azt mondanám, hogy jazzzenésznek lenni. Nyilván a menő szóval arra gondolt, hogy mennyire tud az ember úgy sikeres lenni, hogy sok koncertje van, hogy keresik őt, és hogy magát a zenekarát is ismerik, és vannak felkérései. Nem könnyű, sajnos nem könnyű. Én úgy vagyok vele, hogy én nem amiatt mentem ki a versenyekre, nemzetközi versenyekre, hogy én most díjakat hozzak onnan el, hanem szerettem volna alapból megmérettetni magam, és szerettem volna tudni, hogy a világban hol van a helyem, vagy mennyire, hol tartok éppen jelenleg. Ez volt például 2009-ben ugye a Montreux-i Jazz Guitar verseny által, és amit sikerült is megnyernem, aztán sorra jöttek így a sikerek, így bele kóstoltam a versenyzésbe, úgymond, és sikerült jó kapcsolatokat, olyan kapcsolatokat kialakítanom, amik a sikereimet mind előre vitték. Tehát nem könnyű itthon Magyarországon, de ha az ember letesz dolgokat, és nyilván akkor már utána kijutottam New Yorkba is, aztán Los Angelesbe is, és amikor az ember mondjuk Amerikában, Los Angelesben megnyeri a jazz hazájában a világ egyik legjobb jazzgitárosa címet, ahol a világ legnagyobb jazz gitárosai a zsűri elnökei, onnantól kezdve nyilván már könnyebb az embernek, de azt sem mondanám, hogy akkor már kolbászból van a kerítés is. Balogh Roland és zenekara három amerikai turnét és több lemezt is tudhat maga mögött. Számára is fontos a jövő generációjának zenei nevelése, így a jazz muzsika megszeretetése is, ezért vállalkoztak erre a turnéra. Azt mondja, önmagát is a gypsy jazz képviselőjének tartja. Én inkább azt szoktam mondani, hogy persze van olyan, hogy gypsy jazz, ugye maga ez a Django stílus az ugye mindenféleképpen ehhez tartozik, de mondjuk az, hogy a magyar cigányságnak vagy romaságnak a jazz-e, nyilván van ilyen is, de én inkább ezt így fogalmaznám meg, hogy mi más lelkülettel játsszuk a jazz-t, és én úgy mondom, hogy melegebb, sokszor, mint mondjuk egy nem roma származásúnak, de ezt természetesen nem általánosítani szeretnék, hanem inkább csak úgy összességében mondva, és valami más van nálunk. Nyilván ez a DNS-ünkben van kódolva, akár most visszamehetnénk a hitleri korszakhoz is, hogy mennyi megpróbáltatáson ment keresztül, akár a zsidó vagy a roma nép.
És igen, azért is vannak a magyar nóták, mert sajnos nem csak a roma, hanem a magyar nép is szeret szenvedni, most ezt nyilván időzőjelben mondom, de hogy azért is vannak a magyar nóták is, mert hogy az embernek úgy jól esik néha sajnálni magát, aztán nyilván tudni kell ebből úgy kitörni, hogy az ember ezt jóra fordítsa, és ebből tudjon úgymond kamatoztatni, és nálam pont ez volt, hogy azok a dolgok, amik itt vannak bent, és amit kaptam Istentől, tehetséget, vagy ezt a nem tudom, mélyebb érzelmi világot, ezt a zenémben és a gitározásomban tudtam kamatoztatni. A Paksi Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesületnek tucatnyi ügyeskező tagja van, akik rendszeresen kézimunkáznak, alkotnak. Ezekből hoztak létre egy házi kiállítást a klubhelyiségben, ahol egy tagjuk horgolt karácsonyi betlehemi jászollal is meglepte társait. Horgolt asztalterítők, patchwork alkotások, goblenyképek, gyöngyékszerek és még számos szemed gyönyörködtető kép tárul a szemünk elé. Ezek a Paksi Atomerőmű Nyugdíjas Klub ügyeskező tagjainak a munkái, melyből egy házi kiállítást hoztak létre a klubhelyiségben. Horgolás, hímzés, goblen, patchwork, gyöngyfűzéses technika alkalmazása, üveggravírozás, kerámia, nemez, festmény és rajz. A horgolásokban terítőket láthattunk, gyönyörű szép Betlehemet. A hímzések között is nem csak terítők jelentek meg, hanem gyönyörű szép kalocsai népviseleti ruha, főkötőtől kötényen keresztül a kis blúz is megjelent. Patchworkben is fali képek, táskák, figura, nagyon változatos volt minden. Hát a goblen képek, azok meg valami csodálatos ámulatba ejtő volt valamennyi, hogy nehéz volt eldönteni, hogy most festménye, vagy tényleg egy kézi munka. Az üveggyöngyben a klubtagunk olyan gyönyörű ékszereket készített, művészi kidolgozással készültek ezek az alkotások, hasonlóképpen az üveggravírozás. Megjelent egy új klubtagunk, aki egy új alkotói ágot hozott ide be a klubba, ez a kerámiázás és a nemez készítés. Gyönyörű alkotásokat állított ő is ki. Két tagunk pedig a festménynek és a rajz örömeinek adta át magát, tehát ezek is nagy élményt jelentettek számunkra. Ignics Miklósné Éva készít kerámiákat. Legutóbb az ő kis úgymond ünnepségén vehetett részt a Nyugdíjas Klub. Éva készített egy angyalkát a nemrég átadott Paksi kívánságfára. Az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesületnek van egy kézimunkacsoportja. Ők amíg lehetett rendszeresen összejártak, és gyönyörű gyöngyfűzéses technikával készített alkotásokat készítettek, például a fejem mögött, ami található, négy évszak fáit, ajándékokat, hogyha a klubba egy vendég érkezett előadásra vagy műsorra, akkor általában a kézi munkacsoport által készített kis gyöngyből fűzött ajándékot adtuk át nekik, de hasonlóképpen hímzések, szalagtűzéses patchwork munkák, karácsonyi díszek készülnek így, meg papírhajtogatással is. Sokrétű a klub összetétele, és itt egymástól tanulnak a klubtagok. 17 nyugdíjas, 9 alkotói technikával mutatkozott be a kiállításon. Mérei Józsefné szívesen horgol szabad idejében, társait egy karácsonyi betlehemi jászollal is meglepte. Mióta nyugdíjas lettem, akkor kezdtem ezt is, azt is, kis csillagokat, kis harangokat,
kis angyalkát, és ez a Betlehem, ez már régóta foglalkoztatott, és akkor sokat láttam a Pinteresten, és akkor körülbelül 2 éve vacillálok, hogy na, megcsinálom, és az idén sor került rá, hogy mondták, hogy lesz ez a kiállítás, na mondom, akkor meglepem őket vele. Hát egy hónap, mire úgy meghorgottam, meg mire még összeállogattam őket, meg a kis állatkák, hát hogy másfél hónapot mondhatok. De akkor elég intenzíven horgoltam. Még az iskolában mi tanultuk, akkor anyukám is sokat horgolt, és akkor őtőle sokat ellestem, és akkor most mióta nyugdíjas vagyok, akkor mindig jobban-jobban mentek a dolgok. Esernyőt csináltam, itt vannak azok is, meg hát hóembert horgoltam most például, meg miket, hát csillagokat. Akkor ilyen asztalfutót horgoltam magamnak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!